Gyere. Gyere ide. Ne, óvatosan, te állat. Gyere. Jó, ügyes vagy. Gyere ide. Jó, így. Ül. Na, sziasztok, köszöntök mindenkit a mai videóban, amiben három vendégem is lesz, illetve négy is jelenleg. Itt van velem Panna. Itt van velem Dani. És hamarosan egy sokkal kisebb kutya. Egy kicsit megszaporodtak a kutyás videók az elmúlt időben, emiatt nem kérek elnézést, de nem ez lesz a jövőbeli terv. Nyilván lesz egy-kettő elszórva, viszont most egy picit szüneteltetni fogjuk. Jó van, Dani. A mellettem lévő kutya ő Dani, ő a család kutyája már 8 éve kb. Egy 65 kilós bordói dog, viszont Panna egy pár hete kitalálta, vagy hát nem régebben kitaláltad már? Szeretnék kutyát? És először ilyenek néztem a családomat, hogy megkapja a Panna, már ne haragudj, csak hogy minek neked kutya. Főleg azért, mert egy törpetacskót szeretett volna a Panna, fogalmam sem volt arról, hogy milyen egy törpetacskó. Pedig tudtad volna. Hát honnan? Nem tudom. Először így elleneztem a dolgot, hogy minek még egy kutya, utána viszont megláttam azt a törpetacskót, amit Panna kapott, és azonnal belezúgtam a kutyába. Olyan pic... megmutatom. Danikám maradsz. Várjál, Dani féltékeny lesz. Jó. Nem, Danikám, nem. Most eddig szerepeltél, most gyere. Gyere, Dani. Erre, gyere. Gyere, ügyes vagy, gyere. Nem bántja a Dani egyébként a kis kutyát, viszont féltékeny le, és folyamatosan így nyőrne, hogy simogassuk, úgyhogy inkább most kiküldtem. Csipkebolyónak hívják ezt a kis kutyát. Olyan pici és olyan édes kis kutya. Kb. Akkor, ami nagyon picit, nagyon mint a tenyerem. Nagy... Jaj, te... Szia, most követél. Na, először is a fő kedvencem az, hogy megy ez a törpe tacskó, szóval, hogy... Jaj... Ahogy sétál, annyira fel vagy, gyere ide, csipke! Valamire egyébként én Tacsinak szeretem őt hívni, viszont... Jó, de cuki. Tacsi! Szevasz, Tacsi! Törpe Tacsi! Annyira kicsi a feje meg az egész teste, hogy ilyen félelmetes szinte hozzáérni. Mindent harapdál persze. És arra gondoltam, hogy a mai videóban, hogy lássátok, hogy tényleg mennyire pici ez a kutya, anyummal összeirattam pár tárgyat, pár darab mindennapi mindennapos használati tárgyat, hogy mondják ezt? Pár darab mindennapos használati tárgyat, ami... Miért? Hogy kell mondani? Hogy kell mondani akkor? Mindennapi használati tárgyat. Ja, igen. Fú, de gyökér vagyok. Szóval mindegy, szóval olyan használati tárgyakat, amit az ember minden nap használ, a mindennapjaink része, és összehasonlítjuk, illetve előtte megpróbáljuk megtippelni, hogy nagyobb lesz, vagy kisebb lesz-e Csipke, vagy Tacsi, annál a tárgynál, amit anyu felírt, aztán összehasonlítjuk. Úgyhogy hozom a listát. Tacsi! Szevasz, Tacsi! Jó, első. Vasaló. Kisebb vagy nagyobb, mint egy vasaló? Kisebb. Kisebb. Tuti? Szerintem igen. Áú, engedj el, Csipke! Végül. Na, engedj, ahogy megrágod te. Na. Hát de mi? Hát azért ne rágj meg a cipőmet. Meg engem se. Csipk. Jó, oké, szóval. Itt egy vasaló. Szerintem a Csipke nagyobb, mint a vasaló. Jó, a vasalónál Csipke nyert, Csipke nagyobb, pont egy picit, mint a vasaló. Jön a következő. Na, ekkor egy... De miért félsz? Nyugi van. Nyugi. Ide rakom a kis kutyát, és ide a citromot, akkor igazából majdnem akkor egy citrom, mint a feje, sőt. Hát akkor a citrom, mint a feje kb. Úgyhogy Csipke 2-0. Panna papucsa. Na igen, tippeljük meg. Nagyon nála. Szerintem is. Szóval, Panna papucsa. Gyere, Csipke! Finoman. Hozzá. Gyere, Csipke! Úgy van, ez az erősödjenek csak a fogak. Na, itt olyan édes, hogy futkározik, hihetetlen. Ne, Csipke, na. Na, hát ekkor egy papucs. Szóval... hát éppen hogy, de Csipke egy picit, jaj, bocs. Csipke egy picit nagyobb a papucsnál, úgyhogy mennyit nőtt? Nőtt, amióta megvan. Igen. Hány napja van meg? Kb. Egy hete van meg a kutya, és már nőtt is. Jó, jön egy cseles, Harry teniszcipője. Biztos, hogy akarjuk azt érezni? Szerintem... Szerintem kisebb a Csipke, mint a teniszcipő. Szerintem kisebb. Itt a teniszcipőm. Gyere, Csipke, ezt rákatom. Gyere ide, Csipke! Jó van, hogy ül. Ő biztos, nem tud leülni. Tudom. Na nézzük. Gyere, ezt rákhatod. Úgy van. Na ez kellett. Mi? Nem fogsz rájulni? Igen, amúgy. Csipke kezd szédülni egy kicsit így a teniszcipőm szagától. Jó, itt tartsa, tartsa. Hát csak ennél is nagyobb. Mekkora papucsod van? Au! Akkor megint Csipke nyert, mert a teniszcipőmnél is nagyobb. Na menjél oda bátyámhoz, őt harapdáld, legalább tudja, hogy... Csipke! Vízforral a következő, nagyobb vagy kisebb? A kutya kisebb, a vízforral. Nem, a vízforral kisebb. Gyere, Csipke! Na!
rá. Ja jó, de nekünk ilyen vízfalunk van, és én a másikra mondhatom, hogy ilyen magas. Csikke, Csikke, nyugi, nyugi. Én azt hittem, hogy ilyen magas vízfalunk van, úgyhogy Panna, te nyertél, de Csikke ennél is magasabb. Hát egyre, nehogy elmenj Csikke. Mindenmi nagyobb a Csikke. Panna balett táskája. Kisebb a Csikke. Igen? Aha. Jó, hosszra nézzük. Itt a Pannának, igen, ennél kisebb. De milyen durva, hogy egy kutya ennél kisebb. Gyere, Csikke. Jó, ide, aki... Hát, amúgy... Kisebb. A feje, igen. De ha kinyújtja magát, akkor kb. Majdnem akkora. Van még egy kenyérpirító. Te mellé. A dász csak ide jössz. Úgy, úgy. Hát, ez... Igen, itt most a kenyérpirító nyert, úgyhogy Csikke. Kisebb vagy még, mint egy kenyérpirító. Na, és az utolsó az pedig egy cukkini. Biztos, hogy nagyobb ennél. Hát igen. Tegyük egymás mellé, tedd le. Akkor a cukkini, mint Csipkének a feje nélküli teste. Szóval... Nem Csipke, nagyon rossz vagy. Szóval, ha így megfogom, akkor igazából... Yes! Igazából ez egy picit rövid videó lett, viszont szerettem volna megmutatni nektek Pannának az új kutyáját, ami ilyen kicsi és aranyos, mert hihetetlen aranyos élőben. Úgyhogy remélem, hogy szórakozható volt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok fel ma is, ne felejtsetek el bekövetni Instagramon, kedves tudod, stb. Sziasztok, találkozunk a következő videóban. Boldog vagy!